A Milánói Világkiállítás 2015 májusa és októbera között rendeződik majd meg, melynek központi témája a bolygónk élelmezése és az élethez szükséges energia. A világkiállításon történő részvétel kulcsfontosságú Magyarország nemzetközi megítélése szempontjából. Azért is van az, hogy Magyarország kiindulva a központi témából és a magyar sajátosságokból három nagy téma köré csoportosította a megjelenést. Az első az az egészséges hagyományok, amely Magyarország egészséges és minőségi élelmiszereinek, illetve a családi gazdaságok és kertgazdaságok fejlesztésének elsőbségét kívánja előtérbe helyezni. A második fontos téma pedig Magyarország a vízországa, hiszen Magyarország gyógyvizeinek, ásványvizeinek és természetes vizeinek az a cél, hogy minél jobban megismerjék ezeket, illetve azt, hogy az egészségügyben mennyire fontos szerepet tölt be a magyarországi víz. A harmadik téma pedig örökség a jövőnek, hiszen Magyarország számára kiemelt fontosságú az agrárkutatás, a biológiai örökség megóvása és továbbadása. Még december 16-án ünnepélyes keretek között 23 ország elsőként Magyarország kapott egy közel 2000 négyzetméteres területet, amelyre majd a pavilonok épülnek. Ennek a felét lehet majd beépíteni, és ide kerül az önálló magyar pavilon is, amelynek látványtervére egy ötletpályázatot írtak ki a miniszterelnökséggel közösen. Ezen az ünnepségen Szőcs Gézát, a magyar részvételért felelős kormánybiztos kérték fel, hogy Magyarország által választott és az olasz főszervezők által is az egyik legfontosabb témának tartott víz jelentőségéről beszéljen. Mára elkészült a honlap és a logó is. Ezt mindjárt be is mutatjuk most önöknek, nektek. Ima a honlap, ezen fönt itt látható a logó, és egy visszaszámláló is, hogy még hány nap van az expo kezdetéig, de nagyon sok érdekességet is találhatnak ezen a honlapon. Itt van például az összes eddigi magyar, fontosabb magyar részvétel az eddigi expókról, expo témákról, a magyar részvételről, a mostani magyar koncepcióról is, hogy melyek azok a témák, amelyet már említettem is, és központi témaként jelennek meg majd magán az expón. És hát azt hiszem, hogy talán az egyik legfontosabb, hogy fönt található a honlapon az összes olyan pavilon terv, amely közül választani lehet. Tehát 15 pavilon terv kerül majd kiválasztásra, vagy kerül fel ide a honlapra, amelyek közül a közönség is választhat egyet természetesen, amelyik neki a legjobban tetszik, és a bíráló bizottság ezeket a szavazatokat is figyelembe fogja venni természetesen, és ez alapján fogja kiválasztani, hogy melyik lesz az a magyar pavilon, amely majd képviseli 2015-ben Milánóban a világkiállításon Magyarországot. Most pedig átadnám a szót Szőcs Géza miniszterelnöki megbízott úrnak, aki a Milánói Világkiállítás kormánybiztosa is. Köszönöm szépen a lehetőséget is a meghívottaknak, hogy eljöttek és érdeklődnek. Valóban úgy van, ahogy itt az imént hallottuk, Magyarország meglehetősen elkésett állapotban csatlakozott az expo folyamathoz, idén tavasszal, ekkor közel századikok voltunk a lehetséges résztvevői kört figyelembe véve. Néhány hónap alatt sikerült körülbelül 50-ként aláírni magát a csatlakozási szerződést, és most decemberben valóban az első, mintegy 200 ország közé kerültünk be, akik már át is vehették a parcellát, elsősorban is szimbolikusan, de ennek volt egy konkrét, egy nem túl nagy, körülbelül ekkora dobozban elhelyezett föld, illetve fű mementó is, szimbolikusan. A föld arra utalt, hogy arra kell fölépülni a pavilonnak, a zöld növényzet pedig arra, hogy azért a világot ne építsük be lehetőleg vasbetonnal, és mi pontosan ezeket az üzeneteket kívánjuk megjeleníteni a magyar pavilonnal, amelyre
ötletpályázatot írtunk ki, ez éppen a tegnapi napon zárult le, és a 45 beérkezett pályázatból a 11 tagú zsűri a tegnapi napon kiválasztotta a szerinte legjobb 15 pályamunkát. Ezek a honlapunkon, amelyek hétfőtől, tehát holnap utántól, amely tehát holnap utántól indul, ezek megtekinthetőek, és valóban számítunk a közönség szavazatokra is. Azt nem mondanám, hogy azt fogja eldönteni, de a zsűri nyilvánvalóan mindenképpen figyelembe veszi ezt az opciót is. A zsűri is mindent meg fog tenni azért, amit a kormánybiztosi csapat már eddig is megtett, hogy az országot méltóképpen reprezentáló jelenlétünk legyen az eddigi történetünk, anélkül, hogy kérkedni vagy nagyzolni akarnánk, biztosan, hogy sikertörténet, megbecsülést vívtunk ki az olasz szervezők és a nemzetközi partnerek körében. Megyünk tovább. Tegnap, ha még fűzzem hozzá, hogy a zsűriben azon humorizáltunk, hogy egy 45 pályázós versengésben zsűritagnak lenni nagyon, nagyon kényes feladat, hiszen egy pályamunka fog nyerni. Ez azt jelenti, hogy az ember szert tesz egy szövetségesre és 44 halálos ellenségre. Tehát reméljük, hogy ez nem így lesz, és a nem nyertes pályaművek, elkerülném a vesztes kifejezés használatát, a nem nyertes pályaművek szerzői a következő megmérettetésre már készülhetnek is, levonva a tanulságokat. Köszönöm szépen a figyelmet.